Ébresztő. Nincs rendben, ami történik. A múlt héten Székelyudvarhelyen zsaroltak és fenyegettek, most meg láthatjuk, hogy mi történik Székely keresztúron. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak a családja, az ismerősei, vagy egyáltalán azok az emberek, akikkel együtt dolgozunk, nem érdemlik meg ezt az aljas kampányt, amivel egyesek az elmúlt hetekben, napokban éltek. Ébresztő. Nem süllyedhet idáig a politika. Ennyire nem harcolhatják belé magukat az övön aluli háborúba azok, akik minden áron hatalmat, pozíciót, tisztséget akarnak. Kérem, tekintsék meg az elkövetkező percekben Rafai Emil polgármester úrnak a videóját, és gondolkozzunk el azon, hogy olyan emberekre bíznák el sorsukat, akik ilyen aljas dolgokra vetemednek, akik ennyire meggyalázzák a családokat, és ennyire negatív kampányt végeznek. Úgyhogy még egyszer csak azt tudom mondani, ha-hó, ébresztő! Szeretettel köszöntöm minden követőmet a virtuális világból, Székelykeresztúrról, csatortelepülésekről. Itt vagyok a Küküllő partján, és rég készülök, hogy eljöjjek ide, elbeszéljek önmagammal, elmondjak önöknek egy olyan dolgot, ami ott van a lelkemen, kiszúrjak egy olyan lufit, amit 2 éve már, vagy még több, talán 3 éve, felfújtak körülöttem, és talán most a legalkalmasabb idő a kampányban, hogy ezt a lufit kiszúrjuk és kiukasszuk. 9 pontba szedtem össze a gondolataimat, maradjunk annyiba, hogy ennek a kisfilmnek legyen a címe az, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és avagy a Kiküllő parti 9 pont. Az első pontban a drónról szeretnék beszélni, és a kémrepülőről, vagy a kémrepülőről. Tehát egy jó ideje azzal zaklatják a családomat, hogy bejönnek a privát zónánkban. Légi felvételt készítenek házunk fölött. Az első úgy kezdődött, hogy én lakán vagyunk a családommal, egyszer megjelenik egy drónrepülő a fejünk fölött. Még azt gondoltam, hogy a római kastrumot filmezik, és valami régészeti feltárásokkal foglalkoznak. Rá egy órára hívnak a szüleim, hogy a veteményes kertjük fölött is megjelenik a drón. Ők nem tudták mi az, de zúgott valami a levegőbe. Jó, gondolkodok, de igazából a kép akkor állt össze, mikor Berei István tiszteletes úrnál, az én barátomnál, itt épít a közelbe a Dávid Ferenc lakónegyedbe, és a háza fölött bzzm, megjelenik egy drón, egy repülő objektum. És akkor összeállott a kép. Összeállott teljesen a kép. És azért jöttem ki ide a Küküllő partjára, hogy ezt elmondjam önöknek, és megüzenjem a politikai ellenfeleimnek, hogy ne foglalkozzanak a családommal. Nem róluk szól a szavazás, nem a családomra kell szavazni, hanem rólam. Velem foglalkozzanak. És akkor még azt kell önök tudják, hogy előszedtek ezek az emberek, vagyis a politikai ellenfeleim egy 4 évvel ezelőtti dolgot, egy lerágott csontot. Tehát a néppárt tagjai és támogatói 4 évvel ezelőtt feljelentettek Marosvásárhelyre, a korrupció ellenes ügyészséghez, a DNA-hoz, és ugyanez volt a téma, milyen vagyontárgyaim vannak. Akkor az történt, hogy ezt kivizsgálták, nem találtak semmi olyan rendellenességet, ami miatt eljárás kellett volna indítani, és téma le volt zárva. Akkor is ugyanez volt a cél. Az volt a cél, hogy a szavazópolgárok szavazata nélkül más módszerrel kivegyenek forgalomból, ne legyek én a polgármester. És ugyanez a téma most is. Felépítettek ezek az emberek egy olyan kártyavárat, amely emberi tulajdonságokkal él vissza. Hát az emberi tulajdonságok között említeném a hiszékenységet, a jóindulatot, a naívságot, az irigységet. Ezt használják fel, ezeket az emberi tulajdonságot használják fel, és az önök beleegyezése nélkül a politikai tőkéjük kovácsolásához. Csak most más síkra terelték a témát. Tehát ezelőtt 4 évvel a jogi síkon megbuktak, ott nem tudtak eredményt elérni, és most egy más síkkal, a virtuális világba, a Facebook világába szeretnének, és próbálják ezt már 2 éve az én lejáratásomat elérni. Tehát 2-3 éve álnéven minden mocskot rám hordnak,
minden ütős pletykát elkeznek, és ezek közül, ha csak egy párat sorolok, akkor ki ne hallotta volna például azt, hogy polgármesteri a Sóskúti Hotel. Hát nem is igaz. Közben kiderült, hogy itt a Sóskúton hoztunk 1 millió eurót a városnak, ahhoz, hogy felújítsuk a Sóskúti Hotelt, és átalakítsuk diákszállónak. Majd ki ne hallotta volna, hogy a központban a Csejtei Ház az a polgármesteri. De ott van a Rugonfali Halastó a sorban. Mivel nagyon sokat vagyok a Rugonfalvi Halaston, ezért elkezdték, hogy a Rugonfalvi Halastót is megvettem. Vagy ott van az Anna Panzió a Főszögbe, elkezdték, hogy árverezik, elkezdték, hogy a polgármester vette meg. Közben kiderült, hogy nem is árverezik, közben kiderült, hogy nem is vette meg senki. Vagy itt van, amit az előbb is említettem, a Dávid Ferenc utcában, Berei tiszteletes úr, barátom, komám, házat épít. Azt is elkezdték, hogy én építem az ő nevén. Természetesen ezek a dolgok nem igazak. Bármilyen családtagom, rokonom, közelim, ha valahol valamit vásárol, vagy valahol valamilyen üzlete van, abba a helybe kötik az én nevemhez, azért csak, pusztán azért, hogy szavazatot nyerjenek, pusztán azért, hogy ezeket az emberi tulajdonságot, amiket én itt az előbb elemlítettem, azt kihasználják politikai tőke kovácsolása céljából. És akkor itt megemlítem egy 5-ös pontnál Csáka József szavait, vagy plusz dr. Farkas Csaba tanításait. Soha el nem felejtem, Csáka József, városunk akkori alpolgármestere, 2008-ban, mikor polgármesternek választottak, azt mondta, hogy Emil, állj a házad elé, garázsból hoz ki az A6-os Audidat, az 5-ös Golfodat, az egyik kezedbe fogjad az én lakiházad fényképét, másik kezedbe fogjad a tömbházlakásod fényképét, feleséged kezébe is adj egy fényképet, ott fogja a könyvelőirodának a fényképét, és így csináltas egy fotót. Mert eljön az az idő, hidd el nekem, hogy azzal fognak támadni, hogy mit van. És igaza volt, eljött az az idő. De azt is látom, hogy van foganatja a dr. Farkas Csaba tanításának. Dr. Farkas Csaba egy éve már minden ellenzéki gyűlésen elmondja, és ez kiszivárgott, hogy Hunor úgy tudtok nyerni, hogy úton, útfélen mondjátok, hogy a polgármester lopott. És a fiúk ezt megfogadták, és ezt mondják is. Azt kell tudni, hogy közben a doktor úrt kirúgták a csapatukból, miután már kényelmetlenné vált a személye. Úgyhogy erről ennyit szerettem volna mondani. 6-os pontnál a magyar mintáról akarok beszélni. Többször elmondtam, hogy nyugatról, Magyarországról sok minden bejön. Az új technológia, az innováció, tőke. Sokat kell, mi tanuljunk nyugatról. De sajnos ott az ellenpólus is nyugatról jön be minden szenny. Láthatjuk a televíziókban, hogy nap mint nap a momentumos politikusok aljas módon, szégyen nem ismerve, hogy támadják Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek a pénzvilág emberei, ezeknek nem számít pénz, az Istenük, ha megfizetik őket, apjukat, anyjukat eladják, csak hogy szavazatot nyerjenek. Mit szólnak önök ezekhez? Tehát itt is ezek az emberek ugyanezt csinálják. Politikai ellenfeleim ugyanezt csinálják. Lejáratnak, mocskolnak úton és útfélen, de főleg a világhálón, mert ott erősek. Ugye felismerik önök a mi momentumosainkat. Megmutatom én mindjárt, hogy kik azok. Akkor itt a jövedelmemről szeretnék egy kicsit még beszélni, a vagyonomról. Ez foglalkoztatja legjobban az ellenzéket, ezzel manipulálják a választókat. Azt kell tudni, hogy 10 évet tanultam. 2x5 évet. 2 jó fizetett szakmám van. Informatikus és könyvvizsgáló. Expert kontábil, így mondják ezt román. 25 éve dolgozok, 7 nappal éve, és tényleg sokat keresek. Sokkal többet, mint egy átlagos munkásember, de sokkal többet egy szakembernél is. De nem élek luxus életet, nem járok egzotikus kirándulásokra, nem vásárolok luxus autókat. Akkor mit kezdjek? Valamit kell kezdjek én is. De én nem vásároltam nyaralót. A görög tengerparton, mint a Horváth Sándor közbirtokosság volt elnöke, aki a vejének a görög tengerparton nyaralót vásárolt, és ezt tudják a főszögiek, nem kell mondani. És most ott vannak ezek az emberek a jelölt listán. Ott háttérbe állva egymás mellett, és földig hajónak, ha kell,
csak azért, hogy szavazatot szerezzenek, szavazatot nyerjenek, hogy rájuk szavazzanak az emberek. Tehát van hasonlat a momentumosok és a mi momentumosaink között. Ezzel szemben természetesen én is vásárolok, de senkitől el nem csalva, senkitől el nem lopva, piaci áron, tisztességesen kifizetve, mivel nekem 4 gyerekem van. Én itt számítok továbbra is élni, na, de ez még hozzá kell tegyem. Tehát amiket vásároltam, az mind ott van a vagyonnyilatkozatomban. Ez nekünk kötelező, és 12 éve meg lehet nézni ott a város honlapján visszamenőleg, és pont ezt a vagyonnyilatkozatot vizsgálva, de egyéb feljelentésbe szereplő adatokat is, még egyszer mondom, 2015-ben a korrupció ellenes ügyészség ezeket mind végignézte, és mindent rendben talált. És akkor beszéljek egy kicsit a tiszta kampányról, a lejáratásomról és a kalandorokról. Kik is a kalandorok? Tehát a kalandorok, hogy nehogy félreértse valaki, nem a Betfalvi, nem a Fiatfalvi jelölt asszony, akik ott vannak a listán, akik tenni akarnak, tisztességesek, semmi bajom velük, nem Balázs doktornő, akivel jó viszonyt ápolok, nem azok a lelkes fiatalok, akik adták az arcukat ehhez a politikai megmérettetéshez, ehhez a helyi kampányhoz. Nem. Én azokról beszélek, akik bort isznak és vizet prédikálnak, akiket én már neveztem báránybőrbe bújtatott farkasoknak, akik hamisok, akik számítóak, akik tiszta kampányt ígértek, de 2 éve azzal foglalkoznak, hogy csúfolkodnak velem, és nem velem Raffay Emile, hanem az önök által megválasztott legitim polgármester. Non-stopba csúfolják. Én, hogyha elé veszek most egy képet, amely az interneten ugye forgott, tessenek megnézni. Egy ilyen kép. Ezek a fiúk. Felrakták az internetre. Ez vagyok én. Mit szólnának, tetszik ez önöknek? Mit szólnának önök, hogyha egy ilyen kép keringene önökről az interneten? Vagy mit szólnak az én gyerekeim, a kiskorú gyerekeim, hogyha véletlenül Facebookon vagy valahol az interneten szembe jön velük egy ilyen kép, és azt mondják, hogy né, apu, hol van? Na, nem könnyű, higgyék el, hogy nem könnyű. Ezek az emberek Döbröginek neveznek, ezek az emberek disznófejű nagyúrnak neveznek. És akkor kik a kalandorok? Mutassam meg azt is, hogy kik a kalandorok. Mikre gondolok én? Ezek a kalandorok, ezek az emberek, ezekre gondoltam én. Ezen a képen nem annyira bizalom kelti az arcuk, mint a választási plakáton. 5 vannak. De vannak még többen is, csak itt a képen most 5 vannak. Ezek az emberek a zsákmányt már elosztották. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megfőzte, és a kicsi az megette. Ismerik ezt a mondókát, ezt a gyerekmondókát. Ezek az emberek már elosztották a tisztségeket, a posztokat. Kecskés úr, ő alpolgármester szeretne lenni. Barabás úr, ő városgazda szeretne lenni. Koncz úr, ő polgármester. Györgyi úr, ő megyei tanácsos. És Fodor Sanyi, ő mindent elvállalna. Amiben pénz van, ha nem is ért hozzá, ő azt mindent elvállalna. Ezt jó tudni, mert ezeknek az embereknek óriási az étvágyuk, és nagyon éhesek. És akkor azt szeretném még elmondani, hogy 12 év a város élén az nem volt kevés idő. Tehát a 12 évet nem tudják kitörülni sem a város történelméből, sem bárhol végigmegyünk utcákon, épületek mellett, amelyeket megépítettünk, megvalósítottunk, higgyék el, hogy azt nem lehet letagadni. Tehát azért is adtuk ki ezt a zöld könyvecskét, mert ebben minden benne van. Ebben a zöld könyvecskében minden benne van, és ezt nem lehet letagadni. Sokszor kérdi a feleségem, hogy miért csinálod, hagyd abba, hagyd békit, csinálják ezek. És akkor azt mondtam neki, hogy nem lehet, mert ugyanannyira szeretem a városomat, mint a családomat, és felelősséget tartozok 12 év után, úgy, ahogy a családomnak felelősséget tartozom, felelősséget tartozom a városnak is. Nem lehet egy egyszerű lelépéssel odaadni ezeknek az embereknek, akiket az előbb mutattam, a város kulcsát. Szó sincs róla. És ebbe egyetértett a feleségem, azt mondta, hogy igazad van, nem ez a csapat az, aki téged kell kövessen cégek keresztül vezetésében. Én hiszek az emberek tisztánlátásában, tudom, hogy különbséget tudnak tenni az eredmények és a valótlanságok, a hamis ígéretek és a hazugságok között, de a döntés az önök kezében van. Úgyhogy szeptember 27-én
ezek hallatában és ezeknek a dolgoknak a tudatában, amelyeket már ideje volt, hogy elmondjak, kérem, döntsenek felelősen.